Reggel 10 óra előtt már nehezen lehetett parkolóhelyet találni a nyíregyházi múzeumfalu környékén. Családok, kicsik és nagyok várták a Jánkmajtési portán, hogy a Nyírség táncegyüttes táncosai megidézzék a falusi húsvét hétfő reggelét, és friss hideg vízzel locsolják a legények, a leányokat. Azért szomorú is vagyok egyben, hogy nekünk kell már csak megmutatni, hogy milyen a falusi húsvét, hiszen még az én fiatal koromban ez természetes volt, hogy az ablakba vártuk lányok, hogy mikor érkeznek a legények és locsolnak meg bennünket, és hát nem csak kölni vízzel, hanem bizony szódával és vödörrel is. És már bizony ez nem igazán éli meg ez a szokás a mai napokat. Ma már nem trendi locsolkodni, zavaró, ha valaki érkezik hozzánk. Mi viszont tárkapukkal várjuk a kedves vendégeket, és ízelítőt adunk abból, hogy milyen is volt egy falusi húsvéti időszak. A néptáncosok nem csak a tánccal, a locsolkodással mutatják ezt be, hanem régen szokás volt az, hogy húsvét hétfő napján húsvéti bált is rendeztek, hiszen 40 napig tilos volt táncolni, lakodalmat tartani, és húsvéttól volt ez az időszak, amikor újra táncos mulatságok is lehettek. Hát itt a Nyírségben és a szatmári vidékeken a húsvéti bál szokását is tartották. Ma már nem élő szokás, de itt a múzeumfaluban ezt is meg szeretnénk mutatni, és táncra is invitáljuk a kedves vendégeket. A húsvéti hagyományokat felvonultató programok mellett egy új időszaki kiállítás megnyitójára is sor került. A kiállítás a Csíkos táska, telebagázsnyik címet kapta, és visszarepít minket a 90-es évek piaci hangulatába. Nekem már gyermekkorom teljes mértékben a kisvári piacok hangulata, és igen, a kárpátaljai mindennapokat szerettük volna behozni. Nagyon sok mindenkinek van kapcsolata a kárpátaljaiakkal, hiszen a trianoni békedöntést követően, főleg a bereki vidéken sok család szakadt ketté, és nehéz időszakot éltek meg a rendszerváltást után is. Mikor a nagyszabadság rák szakadt, Kárpátalját egy óriási gazdasági válság sújtotta, amiben talán nehézség az volt, hogy a mindennapi betevőt, az asztalra tett kenyeret nehéz volt előteremteni. De hát milyen az ember, kreatív, főleg, ha az életéről van szó, és nagyon jó, hogyha az anyaországi kapcsolatokat ápolja, és minden falunak megvolt a saját terméke, amivel átjárt piacolni, csíkos táskával vagy tele bagázsnyikkal, úgyhogy így érkeztek hozzánk is. Nagyon-nagyon érdekes volt a kiállítás magát elkészíteni, rengeteg emlék tódult fel mindenkiben. A kiállítás kurátora Kész Réka, aki ugyan 97-es születésű, mégis őriz emlékeket akár a kiállításban szerepeltetett tárgyakról, melyeket olyan mennyiségben sikerült felkutatni és birtokba venni, hogy ez nem is fért el a rendelkezésre álló 50 négyzetméteren. Végtelenül izgalmasnak találom ezt a témát. Egyrészt azért is, mert hogy utána olvasgattam, nagyon sok olyan személlyel beszélgettem, akik abban az időben éltek, másrészt pedig a szüleim történeteit is magam is folyamatosan hallgattam, illetve most is hallgatom, hogyha felmerül mondjuk egy ebéd közben. És hát én is a részesei voltam, bár igazából akkor ezt nem is fogtam fel annyira, hogy miről is van szó. Például a 90-es években a kiállításban arról is szó lesz majd, hogy a gazdasági válság hatására például egyre gyakoribbak voltak az áramlekapcsolások. És valóban emlékszem arra, hogy mi is még esténként gyertya mellett ültünk, de én ezt nem tudtam, hogy azért, mert hogy éppen gazdasági válság van, ennek örültem, hiszen együtt volt a család. Persze megtanultam ezt másképpen értelmezni és más szemszögből nézni, és hát szerettük volna, hogy a látogatók is minden oldalát ennek az időszaknak, a jó oldalát is, és a nehézségeit is egy kicsit átéljék szószoros értelmében, hiszen nem csak a nézői lehetnek a kiállítás, hanem a részesei is egy útlevél segítségével járhatják majd be a tárlatot. Tehát a húsvéti ünnepkör elmúltával, amikor már nem perdülnek a szoknyák a múzeumfaluban, akkor is van látnivaló és alkalom a nosztalgiára, hiszen egészen augusztus 20-áig várja a látogatókat ez az időszaki kiállítás.